Jó estét kívánok Önök az esti mérleget látják, melyben a ma délután rögzített Cserpalkovics Andrással készült beszélgetést láthatják teljes egészében. Szeretettel köszöntöm a Városi Televízió kedves nézőit, örülök és köszönöm szépen a lehetőséget, hogy szót válthatunk itt a legfrissebb és most nagyon fontos és aktuális döntésekről. Varga Tamás úrral folyamatosan egyeztetünk, ezt meg is megtettük, ugye ő nem csak a Városországgyűlési képviselője és a külügyminisztérium egyik államtitkára, hanem az operatív törzs egyik tagja is, így aztán folyamatosan kapunk tőle olyan információkat, amelyek megalapozhatják a mi döntéseinket, de fordítva is igaz, mi is is tudunk olyan információkat, vagy éppen kérdéseket, javaslatokat megfogalmazni, amit pedig Varga Tamás be tud vinni az operatív törzs elé, és az elmúlt hetekben is már számos olyan döntés született, amelyik nagy, segítséget nyújtott nekünk is a döntéshozatalba, vagy éppen aktuális helyi, de nem csak fehérváriakat, fehérvárt érintő kérdésköröket tudtunk fölvetni. Nyilván áttekintettük az aktuális helyzetet, azokat a legfontosabb kérdéseket, amik most időszerűek, akár az operatív törzs, akár pedig a fehérvári Döntéshozatal tekintetében, illetve Tamást tájékoztattam arról, hogy megérkezett az a 100 ezer maszk, sebészi maszk, aminek a beszerzéséről intézkedni tudtunk. A maszkok most már itt vannak Székesfehérváron. Ezeket holnapi nap elkezdjük önkéntesek segítségével, a városház alkalmazotjainak és intézményeink dolgozóinak támogatásával, segítségével összepakolni, összecsomagolni. Ez egyébként a stadionban fog megtörténni, ott minden előkészítő munka, fertőtlenítés gyakorlatilag megtörtént, szinte egy tiszta teret tudtunk létrehozni, nyilván idézőjelbe téve, de nagyon-nagyon-nagyon-nagyon nagy tisztaságot tudtunk produkálni ahhoz, hogy ez a csomagolás ez meg tudjon történni. Ez a napi nap el fog kezdődni, és ezt követően pedig a képviselők, város, az egyéni képviselők az adott városrészeket érintően valamint az őket segítő hivatali dolgozók, és önkéntesek fogják következő napokban várhatóan egy héten belül mindenkihez kijuttatni ezeket a mondjuk úgy bizonyos szempontból, hogy támogatásokat. Mit akar ez? Ez magába foglal két külön egyébként kezelt sebészi a két sebészi maszkot, valamint egy olyan tájékoztató levelet, amiben szeretnénk felhívni a legfontosabb tudnivalókra a fehérváriak figyelmét, és körülbelül egy hét alatt ez minden postaládába, minden háztartásba el fog jutni. Ez akkor azt jelenti, hogy gyakorlatilag minden székesfehérvári hozzájut ezekhez a maszkokhoz? való igaz, ez így van, de a tájékoztató levélbe is szeretnénk külön ismételten felhívni a figyelmet, hogy ezek a maszkok nem tudnak teljes körű védelmet és biztonságot nyújtani. A legfontosabb, legteljes körű védelmet az azt garantálja bárki számára, hogy aki azt megteheti, az maradjon otthon. Úgyhogy erre kérek mindenkit, ezt a maszkot gyakorlatilag azért adjuk a fehérvári családok, fehérvári emberek részére, hogyha feltétlenül el kell menni mondjuk bevásárolni, adott esetben el kell menni a gyógyszert, tárba, vagy adott esetben dolgozni, akkor legyen mihez nyúlni, hiszen látjuk, hogy nagyon nehezen lehet ma ezeket a maszkokat beszerezni. De még egyszer, az igazi biztonságot nem ezek a maszkok jelentik, hanem maga az otthon maradás. Egyébként a maszkokból nagyon mennyiséget juttatunk folyamatosan a kórház számára, a ma például a Viktória Központ számára is biztosítottunk, és mindenki számára, aki úgy látjuk, hogy az ellátásban kiemelt fontosságú tevékenységet végez, és be nem csak ezek a sebészi maszkok tartoznak bele, hanem kifejezetten magas biztonsági értékekkel, magas védelmi funkciókkal ellátott maszkokat is osztottunk, ezeket is megvásároltuk, és folyamatosan próbáljuk is még ezeket beszerezni, ugyanúgy, mint védőkesztyűt, védőruhát, maszkokat és szemüvegeket is, annak érdekében, hogy akik az egészségügyi ellátásban, a szociális ellátásban találkoznak közvetlenül emberekkel, napi szinten nagyon sokkal, azoknak a védettségét, védelmét is e, tudjuk egyébként biztosítani. Ugye Velencén már kötelezővé tették, hogy a boltokban e, viselni kell ezt a maszkot. Itt Fehérváron azok után, hogy kiosztásra kerülnek a maszkok, lehet-e ilyenre számítani, hogy kötelező lesz -e egyáltalán egy polgármesternek van -e ehhez joga, hogy egy ilyen határozatot meghozzon? Ugye ebben sok kérdést kapok a kijárási tilalommal összefüggésben. Szokták ezt az emberek megfogalmazni, tőlem megkérdezni. Nagyon sokan szeretnék egyébként, hogy ez elrendelése kerüljön, viszont az önkormányzatoknak, ahogy ezt egyébként ma az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján külön is hangsúlyozták, nincs ilyen hatásköre, tehát mi ezt nem tehetjük meg. Ilyen értelemben tehát a boltokban is, a boltok üzemeltetői írhatnak elő a boltokra vonatkozó olyan szabályokat, amiketnek a betartását kérik vagy elvárják, akár az ott dolgozóktól, akár pedig az oda belépő vendégektől. Mi tehát kérni tudunk, azt viszont folyamatosan tesszük, és talán nem is eredménytelenül, hiszen úgy látom, hogy jelentősen csökken akár a közlekedés részvevők száma, akár a közterületeket használók száma, mintha a forgalom is jelentősen visszaesett volna, alig van néhány ember az autó buszokon látszik, tehát, hogy, hogy egyre többen fogadják meg a azt a kérést, azt a szakmai ajánlást, hogy aki teheti, az maradjon otthon. Viszont aki megsegíteni szeretne, és erre úgy gondolja, hogy van ideje, lehetőség, azt is megteheti, hiszen most már több mint 260 önkéntesnél tartunk, nagyon sokan segítenek gyakorlatilag az élet minden területén, mint a másik oldalon pedig az időseknek is ezt szeretném ismét hangsúlyozni. Folyamatosan tudjuk biztosítani az ellátást. Most már több mint 300 idős ember kérte ezt az önkormányzattól, mindegy 60 személynek az étkezést is biztosítjuk, mások számára a bevásárlásban, gyógyszerek beszerzésében nyújtunk segítséget, vagy egy telefonos beszélgetésre adunk lehetőségeket szakemberekkel. Azt gondolom, hogy ez is nagyon fontos. És hát nagyon szépen gyarapszik az adományszámlára érkező támogatásoknak az összege is. Most már több mint 47 millió forint az, amit a fehérvárjak, magánszemélyek és cégek, szervezetek erre a számlára befizettek. Azt gondolom, hogy ez is nagyon-nagyon fontos. És ugye ma a polgármester úr a Facebook oldalán köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, illetve üdvözölte azt az ötletet, hogy esténként... Ugye a fehérvári lakosok is álljanak ki az ablakba, a teraszra és tapsal köszöntsék, tényleg és köszönjék meg az egészségügyben dolgozók munkáját. Az önkormányzat miben tud még egyébként segíteni? Lehetett olvasni az önposztjában is itt a lakhatási támogatásról, szállás nyújtásról. Mekkora az igény például erre? Hány olyan egészségi dolgozó van, aki vélhetően mondjuk a következő napokban, hetekben ezt, ezt igénybe vehet, és mekkora a kapacitás erre? folyamatosan kapcsolatban vagyunk az egészségügyi ellátókkal, ebben nyilván két különösen kiemelt partnerünk van, az egyik maga a Kórház, a másik pedig az alapellátás, aminek ugye kötelezettsége még ezekben az órákban az önkormányzaté. Ezt tudjuk, hogy ugye bejelentette az állam, hogy át fog kerülni, és a járási hivatal, illetve a tiszti főorvosi szolgálat fogja a megszervezését az új ellátási formának elvégezni. Nyilván minden segítséget az önkormányzattól ehhez meg fog kapni. Következő napokban ennek a pontos módja is el fog dőlni. Természetesen erről együtt a járással, együtt a tisztifőorvossal mindenkit tájékoztatni fogunk. Ezen segítségbe egyébként beletartozik, amit nyújtunk az egészségügyben dolgozók számára, valóban a lakhatás. Adunk lakhatási támogatást magának a kórháznak, ez egy 10,5 millió forintos összeg, erről pár nappal ezelőtt tudtunk intézkedni, és megállapodtunk a kórházzal, valamint a mentőszolgálattal, hogy ellátást szám tudunk biztosítani minden olyan orvosnak és nővérnek, vagy a kórház működése, a mentőszolgált működése tekintetében fontos személynek, aki valami miatt nem tud hazamenni, és a szállásáról máshogy nem tudna gondoskodni. Erről a, a szükséges eljárásokat, beszerzést a város lebonyolította, ennek eredményéről tájékoztatta a kórházat, és úgy látom, hogy hétfőtől mind a kórház, mind a mentőszolgálat ezt már igénybe is fogja venni, és úgy látjuk, hogy az igény ennek a szolgáltatásnak a biztosítására folyamatosan nőni fog. Az önkormányzat ennek megfelelően tágítani is fogja ezt a lehetőséget. Azt gondolom, ez a minimum, amit megérdemelnek ezek a fantasztikus munkát végző emberek. És úgy gondoltuk, hogy talán érdemes lenne most már elindítani egy olyan köszönöm kampányt, ha szabad így fogalmazni, amiben olyan fontos hivatást gyakorló embereknek mondunk köszönetet, akik szolgálatot végeznek. Nem könnyű szolgálatot, viszont nagyon nagy felelősséggel, a másik oldalon pedig nagyon nagy. Elkötelezettséggel végzik ezt a munkát. Ma az egészségügyi és a szociális területen dolgozó szakembereknek mondtam köszönetet a város közössége nevében, de ezt természetesen a következő napokba folytatni fogjuk, és egyébként arra kérek mindenkit, hogyha van lehetősége, akkor tudom, hogy szimbolikus, de talán mégiscsak fontosak ilyenkor a szimbólumok is, hogy este 8 órakor tapsoljunk -e egyet, akár az egészségügyben dolgozók, akár a szociális szektorban dolgozó orvosok, nővérek, szapák, szakápolók irányába óriási munkát végeznek. Fontos, hogy megbecsüljük őket. Egyébként nagyon érdekes, hiszen ez a ma délben kikerült bejegyzés, amit már több tízezre láttak, és nagyon sokan kommentben, egyéb módon is kiálltak az egészségügyben, szociális területen dolgozók mellett. Ott több egészségügyben dolgozó ember írta, hogy milyen jól esik neki az, amikor megy haza a kórházból, és azt hallja, hogy tapsolnak az emberek. Ez, ez megerősíti egyébként egy nem könnyű szolgálatban. Nagyon fontosak ilyenkor szerintem a, a szimbólumok, fontosak, hogy a fontos, hogy összetartsunk, és én eleve azt érzékelem, hogy napról napra női szinte már megható szintet is elér az összefogás, ami, ami megmutatkozik. Nem elfelejtve azt, hogy minden ilyen dolog fontos, de a legtöbbet akkor tudunk a szakembereknek segíteni, ha megfogadjuk a, a tanácsaikat. Legyen az a higiéniára vonatkozó tanácsolás, legyen az adott esetben a legfontosabb tanács is, mi szerint, hogy aki teheti, az otthon marad. És ugye otthon maradtak a frakcióvezetők, és én láttam a, láttam, a, polgármester úr Instagram oldalán, hogy online frakcióvezetői egyeztetés volt. Itt mennyire működik az összefogás, mert azt látjuk, hogy országos szinten itt a hét elején ez egyelőre sajnos reméljük, hogy még csak még nem működött. Szóval itt Fehérváron most mennyire sikerül együtt működni a különböző politikai oldalaknak? Ugye most már körülbelül egy két hetes időintervallumról beszélünk, az azért nem egy rövid idő. Én azt tapasztalom, hogy egy-két pici apróságtól eltekintve ez az összefogás helyben működik. Fontos része az, hogy tájékoztatjuk a képviselőket arról, hogy milyen döntéseket hozunk. Nem elfelejtve, hogy ugye most már egy rendkívüli jogrend van életben, ami a polgármesternek is kiemelt hatásköröket biztosít, de én úgy érzem, hogy úgy is illik, hogy ezeket a döntéseket én kont konzultációk alapján, ötletek, javaslatok alapján hozzam meg, és ezekről aztán tájékoztassam a képviselőtársaimat. Ez megtörténik a frakcióvezetők irányába, de megtörténik valamennyi képviselő irányában is, hiszen a számukra akár a rendeletben, akár határozatban hozott döntéseimet azt minden nap továbbítjuk, és a tegnapi nap folyamán pedig intézkedtem arról, hogy a város honlapján külön ablakba, blogba összefoglalva megtalálható legyen valamennyi olyan rendelet és határozat, ami Ebben az időszakban hozott meg az önkormányzat, vagy hoztam én meg az önkormányzat képviseletében. Nagyon fontos az összefogás, szerintem ez a közéletre ugyanúgy igaz, mint a társadalom széles rétegei tekintetében. Jó példával kell a közéleti szereplőknek, akiknek nyilván kiemelt a felelőssége előjárni. Nyilván itt a legnagyobb felelősség a polgármesteré, de úgy érzem, hogy megkapom ezt a fajta támogatottságot, ez az nagyon-nagyon fontos, mint az is, hogy azt tapasztalom, hogy rengetegen követik a különböző tájékoztatókat, akár a Facebook oldalamon, akár a város honlapján, akár a városi tévébe. Ugye most már szerencsére újra lehet a Vörösmarti rádióban is ilyen tájékoztatásokat megadni. Szerintem ez nagyon-nagyon fontos, fontos, hogy tájékozódjunk, és fontos az, hogy mindenkihez eljutassuk, hogy a legfontosabb ma az maradás, és legalább ennyire fontos az, hogy különösen az idős embereket pedig segítsük abba, hogy ők otthon tudjanak maradni. Ez néha apróságokon múlik, hogy kérdezzük meg a szomszédban lakó idős embert, hogy levigyük-e a szemetet, hogy adott esetben tudunk-e neki valamiben segíteni, a bevásárlásnál kérdezzük meg, hogy ő neki hozzunk-e valamit. Nagyon sokféle módon lehet segíteni. Én azt tapasztalom, hogy ez egyre nagyobb mértékben van jelen a városban, és kérek is erre mindenkit, mert ezen a járványon csak közös erővel tudunk túljutni, és majd persze utána értékelni kell, hogy milyen áldozatokat hoztunk, milyen gazdasági kihatásai vannak ennek az egésznek, hiszen ma például a Lakeside Hotel jelentette be, hogy nem működik újabb gazdasági szereplők jelezték, hogy leállítják a termelésüket, tehát nagyon fontos egyéb lépéseket is kell tennünk a szociális területen, a munkahelyek megőrzése tekintetében, a gazdasági élénkítés vonatkozásában és a fejlesztések tekintetében. Nem elfelejtve, hogy az élet nem áll le, és nem csak is kizárólag a vírussal foglalkozunk, a járványügyel foglalkozunk, hiszen azt a jó hírt is megoszthattuk ma a fehérváriakkal, hogy az úgynevezett osankörforgalom tekintetében a kormány a dacára az egyébként nagyon bonyolult és nehéz helyzetnek. Most ebben az időszakban is döntést hozott, ez egy támogató döntés, elkészültek ugyanis az engedélyes tervek, és elindult az engedélyeztetése ezeknek a terveknek. Hát szerintem nincs olyan fehérvári, akinek indokolni kellene, hogy miért fontos az, hogy még ebben az időszakban is megy előre ennek a kör forgalmi csomópontnak a bővítése, kapacitásának növelése. Ez volt már az esti mérlek. Köszönöm munkatársaim nevében is megtisztelő figyelmüket. Mára tartsanak velünk holnap is, vigyázzanak magukra, maradjanak otthon, viszontlátásra!